már senki nem él azok közül, akik ott voltak a legutolsó koronázáson, amikor IV. Károlyt koronázták magyar uralkodóvá. Ott is, mint a mesékben, az ünnepség során pénzt szórtak a nép közé. Ezek készültek aranyból, ezüstből, különböző méretben. Egy részét arra készítették, hogy szórták a koronázási menet végén a nép közé. A másik fele viszont reprezentációs célokat szolgált. Különleges érme az úgynevezett felajánlási pénz. A képen az 5. Ferdinánd 1830-as szertartására készült érme látható. Egyetlen darab van belőle. 30 szoros dukácsúlyban, ami mai fogalmaink szerint 104 gram, tehát egy nagyon súlyos aranypénz, ebből kizárólag egyetlen egy példány készült, és ezt helyezték fel az oltárra. Nemrégen hallhattak műsorunkban a koronázási láda kalandos történetéről, a Magyar Tudományos Akadémia lendület kutatócsoportjának új eredményei fényében. Amit most látnak, különleges a maga nemében, és az egyetlen, amelyet ismerünk, illetve ami megmaradt. Nem véletlen a gondosság, amellyel kézbe veszik. A magyar uralkodó koronázásokon voltak olyan tárgyak, amelyeket állandóan használtak, és a koronázási ládában őrizték. A Szent Korona, a jogar, az országalma, a palás. De voltak olyan tárgyak, amelyek minden egyes koronázásra elkészültek, amelyeket újra és újra legyártottak. Egy ilyen gyönyörű tárgyat tartunk a kezünkben, amely 1792-ben az első budai koronázásra, első Ferenc szertartására készült. És ezt a nagy udvarmesteri pálcát Pálffy Károly, magyar királyi udvarmester emelte a magasba, és ezzel vezényelte az egész ceremóniát. Igen, a régi időkben nem volt hangosítás, nem voltak kivetítők, de a ceremónia menetét mégis irányítani kellett. Egy messziről jól látható tárgy, a koronázási pálca, pont ezt a célt szolgálta. Ma a Magyar Nemzeti Múzeum tulajdona, de egész kalandos módon került oda. A tájnak a különlegességét az adja, hogy bár forrásilag pontosan tudtuk, hogy a koraújkortól jelen volt az udvarmester kezében, az étekfogómester kezében ez a pálca, tehát ez is egy rangjelvény, nem ismertünk belőle fennmaradt példányt. De nem csak a magyar történeti hagyomány nem ismert, hanem ezzel számos európai ország így van. És pont a lendület kutatásoknak a megindulásakor 2012-ben érkezett a hír, hogy Bécsben aukcióra bocsájtanak, akkor még egy közelebbről meg nem határozott, tehát az aukciós ház nem egészen volt tisztában avval, hogy mi a tárgy, de a leírások alapján természetesen a kollégáimmal együtt rögtön ráismertünk, hogy ez egy koronázáskor használt főudvarmesteri pálca. A dátum alapján pontosan tudtuk, hogy első Ferenc koronázására használták, és hozzá, mivel a Pálffy család bocsájtotta aukcióra, teljesen hiteles volt a tárgynak a forrása is. Különlegességét az adja ennek a csodaszép műtárgynak, hogy mindig a mindenkori uralkodó nevét és a koronázás dátumát is ráírták a koronázási botra, pálcára. Tehát amikor a koronázást követően a magyar királyi udvarmester hazavihette ezt, a családi kincstárában megőrizhette, akkor egész életében emlékezhetett arra, hogy én Pálffy Károly első Ferenc budai koronázásán a mai Hadtörténeti Múzeum közelében, a Mária Magdolna templomban életem egyik legnagyobb eseményén vettem részt. 17-18. Századi forrásokból tudjuk, hogy az udvar készítette el a mindenkori koronázásra ezeket a botokat. Később valószínűleg ugyanúgy, ahogy a zászlós urak hazavihették a zászlókat, ez is a családi kincstárba kerülhetett. Ennek köszönhető, hogy ahogy azt az érmészek mondanák, verdefényes állapotban, és egyébként a gyönyörű eredeti fornéros dobozában maradt fönt.